Ha kell segítség, szóljatok. Betta, az kell a segítség, hogy ne legyél itt. De most idegesít. De miért nekünk kell ezt megcsinálni? Alapvetően a fiúk nagyon lusták. Kéne mosnom? Csak tudnám, hogy ez hogy működik. Fogalmam nincs. Na mindegy. 3, 2, 1. Nagyon gyakran előfordul, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy betelt a pohár. Bernát Endre, gyere, légy szíves, jó? Blanka! Gyere, légy szíves, mert ez nekem UFO, kínai. Ezt a gépet én nem értem. Úgy döntöttünk, hogy szerepet cserélünk, egymás bőrébe bújunk, és kipróbáljuk egymás feladatait, hát ha lesz valami változás. Jó, menj oda! Új, új! Éppen kóstolnám. Nem kóstoltam meg semmit. Csak haskóstolj, mert... Nem sűrű. Nem! 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 A mi kis családunk. Szerepcsere odahaza. Minden család életében akadnak kihívások és megoldásra váró feladatok. Csak rajtunk múlik, hogyan birkózunk meg velük. Sorozatunkban a családok arra vállalkoznak, hogy egy napra szerepet cserélnek és egymás bőrébe bújva maguk keresik a megoldást. Egy család, egy dilemma, egy megoldás. A mi kis családunk. Szerepcsere odahaza. A Szabó család. Szabó Endre vagyok, 48 éves múltam. Egy családi vállalkozásunk van, most már a szüleimtől örököltem, vagy legalábbis folytatom, amit ők elkezdtek. Nagyjából ezt teszi ki az életemnek a 80%-át. A maradék időben pedig, amikor ugye van idő másra, akkor az oldtimer autóimmal foglalkozom. Perci vagyok, 15 éves. Idén vallaktam, szeretek aludni, meg ilyen finom kajákat is enni. Reggel fel kell, már kockul, akkor lejön kajálni, visszamegy kockul, lejön ebédelni, kockuszval így kaja és a kockulás. Nem bírom, amikor így van valami, amit meg lehet gyorsan oldani, de még nagyon rugózunk benne, és akkor ott vagyunk valami olyanon, ami nincs is. Amikor unatkozom, akkor úgy megjön a kedvem. Például a Bercihez bemenni és elkezdeni beszélni hozzá. Van, amikor nagyon összeveszünk, és van, amikor még verekezés is a véged. 4 gyermek édesanyja vagyok. Én vagyok a család tyúkanyója. Én irányítom a gyerekek mindennapjait. Születésük óta én próbálom őket irányítgatni. És alapvetően én vagyok a családnak a szigorúbb fele. Nagyon szeretek a konyhában tevékenykedni, ugye a főzés mellett nagyon szeretek sütni. Mindenféle süteményt kipróbáltam, és bármit kérnek, megcsinálom. Mindenre így rástresszelek, meg folyamatosan kikérem mindenkinek a véleményét, de ilyen durva az, hogy most hogy néz ki ez a ruha. Néha úgy érzem, hogy döntésképtelen vagyok. A szüleinkkel nagyon jó a kapcsolatunk. Az a kutyának jó lesz. Az nekem jó lesz. Kutuska. Imádom, ha a csene. A legtöbb családban ugye ott a szülők szinte nem is beszélnek a gyerekekkel, mi meg szinte mindent együtt beszélünk meg, és összetartunk, tehát hogy ez így, de minden szinten. Mi gyerekek pedig szintén tudjuk egymást nevelni, meg utasítgatni, de nem mindig megy Bertára, ő a nővérem. Őrá viszont tök sokszor hallgatunk, vagyis legtöbbször kénytelenek vagyunk, mert különben oda csap. A hátadon fogom eltörni. Az egész család olyan, mint egy ilyen nagy baráti társaság. És én nagyon sokszor nem is úgy tekintek a szüleimre, mint a szüleimre, hanem mint a legjobb barátaim. És igazából mindent megbeszélünk, de így az egész család együtt. Hogyha valakinek van valami problémája, akkor tényleg együtt sírunk, együtt nevetünk. Ezt nagyon szeretem.
Szerintem azért működik, mert a Melinda próbál őket fogni, én egy kicsit ereztem, én lazább vagyok, ő talán nem is szigorú, hanem ő egészen másképp keményebb talán. Ez hamar leég mindjárt. Jó az, hogy együtt vagyunk, hogy egymásra számíthatunk, mert úgy gondolom, hogy a családban ugye a szüleire meg a testvére számíthat igazán az ember az életben, és hogy ez nagyon fontos. Nagyon gondoskodó, és tényleg így mi vagyunk az első neki, és mindent megadna értünk, és ezt nagyon-nagyon becslem benne. Nem mindig mutatom kifelé, de remélem, hogy tudja. Körülbelül mindent az anyukám csinál, de tényleg, szóval, hogy főz, mos, takarít, mi a Bertával ugye a takarítással, meg a mosással azért elég sokat tudunk neki segíteni. Megmondom őszintén, hogy elfáradtam. Az apukám meg minden reggel elmegy, nem tudom, fél hétkor dolgozni, és este esik változó időben haza, szóval ő hétköznap anyja nem tudja kivenni így a részét, mert nem is szeretné. Mi nem azt, hogy szeretnénk, de nem vesztük a szívünkre azt, hogy úgymond nem csinál semmit, mert hát végülis egész nap dolgozik. Amikor hazaérek, akkor hazaérek. Néha nagyon fáradtan. Akkor már persze nincs semmire kedvem meg időm. Alapvetően a fiúk nagyon lusták, legalábbis a Berci teljesen, és mindent megtesz azért, hogy mi megcsináljuk, és hogyha azt is mondjuk, hogy nem, akkor mondjuk ezzel, hogy fizet mondjuk a Blankának azért, hogy kitakarítsa a szobáját. Nem vagyok lusta, csak sokszor nem csinálok semmit, de sokkal többet csinálok, mint például a Berci. A család azt mondta, hogy mi vagyok a család albérlője, mert ugye mindig csak egyszer-egyszer jelenek meg a nap nagy részében. Mindent egyenlő részre kell osztani. Ez az epres dolog, ez az, amikor ugye eper szezon van, és nagy isten nincsen itthon annyi, amennyit ők meg akarnak enni, akkor el kell osztani tálkával négy felé, négy egyforma tálat a konyhai mérlegre, és kimérem nekik, hogy 28 dekát kap mindenki, mert ha az egyik többet kap, akkor a Barnabás hisztériázik. A mama ezt nem tudom, hogy miért, de szereti őket tényleg kiszolgálni, akár egy pohár vízzel, és hogyha valamelyik onnan a kanapéból szeretne egy pohárral inni, akkor mama, szomjas vagyok, és akkor viszi a mama a vizet. Savanyúságot. Igazából befásulok, és hát ez a monotonitás ez, és akkor igen. És lehet, hogy egyébként tudat alatt ebből akarok kimenekülni, csak egyszerűen nem tudom, hogy miért fuldoklok, és azért kiabálok, és igen. Most várom a segítséget, csak nem vesztek komolyan. Amin változtatni lehetne, az szerintem az, hogy tényleg a fiúk sokkal jobban kivetnék a részüket mind a házi munkából, mind tényleg bármiben. Néha túlsprázod ezt szerintem már. Hát, igen. Próbálom fölírni magamra a figyelmet. Te kapod itt a legtöbb figyelmet. Nem mond már. Ja. Tényleg? Túl alázatos vagy szerintem. És nem túl sokat, mert hogy inkább lemondasz a saját javaidról, csak hogy nekünk jó legyen. Igen. De ezt meg mi nem akarjuk annyira, amennyire. Minden megcsinálsz a fiúk helyett is. A család arra jutott, hogy mi nagyon lusták vagyunk. A fiúk miatt találtuk ki ezt a cserét, ezért most ők csinálják a mi feladatunkat, ők sürögnek, forognak a konyhába, mi pedig ellenőrizzük őket. Üdvözöttünk, hogy szerepet cserélünk, egymás bőrébe bújunk, és kipróbáljuk egymás feladatait, hát ha lesz valami változás. Én cseréltem a Melindával, a fiúk meg a lányokkal, és a lányok a felügyelők, vagyis hát a lányok inkább bíróknak lehetne mondani, esetleg ha kell segítség a fiúknak, akkor majd egy picit segítenek a főzésben. Mama most kapott egy szabadnapot, szóval ő most csak magával fog foglalkozni. De ez nem tudom, hogy mennyire fog összejönni, mert a fiúknak bármi gondjuk lesz, akkor szerintem ő rögtön ott fog teremni és segíteni fog. Jó. Segít a séf! Írd azt, amit kell vásárolnom. A kupak tanácssal arra jutottunk, hogy a Bercivel ketten kell főznünk. A paradicsomlevest keresem. Te ezt csinálnál akkor addig. A fokhagymát gerezdre aprítva. Az milyen az a gerezdre? Hát az, hogy gerezdre. Berta,
Vörös hagymát meddig kell lepucolni? Ugye eddig? Nem. Nem? Amíg ilyen nem lesz? Uh-huh. Jó, de jó. Király, kösz. Hú. Ez nem lesz kész, szerintem délután 4-re sem. Lemegyünk a Mekibe. Azt találtuk ki, hogy csirkepörkölt Nokedlival, hát azt szerintem egy bukta már le van Nokedli. Azt hiszem valamilyen paradicsomlevest is próbálunk. Mert a Berta ugye kitalálta, hogy két fogás legyen. Csípj a szemem. Nekem is. Nagyon jó. Zóka, nem csapkodni kell, mint egy fejszével, hanem vágni kell. Nem érdekel, tehát majd lesz valami, az volt. Én nem szeretek bevásárolni, sőt az összes bevásárlást meg bevásárló központokat, plázákat nem nagyon szeretem. Sok nekem ez, tehát idegesít. A papa lesz ma a mama, de kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fognak kimenni, mert nem nagyon szokta így kimenni a részét a házi munkából, mert itt sincs, jó, dolgozik. Még hogyha elmenek vásárolni, akkor is ott van vele a mama, szóval kíváncsi leszek, hogy hogy fognak kimenni. Körülbelül 10 éve voltam itt utoljára. Hogy bevásárolt, hát ezt végig akartam volna nézni. Ez egy, hát ez egy ilyen jelenség, hogy ő egyedül ott vásárolt. Elfelejtettem, hogy ezt meg kell mérni. És az a ciki, hogy még a paprika is. Meg ezzel visszatudom. Köszi. Köszönöm. 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 Na mégis se jó, nagyon. Hagymát kellett vágnom a csirkepörköltbe, és hát nagyon csípte a szememet, ezért felvettem hozzá úszószemüveget is. Csapkodtam, és így vágdostam, mert nem tudtam máshogy. Úgy indult, hogy ő rohadtul nem akarta ezt az egészet. Nem igazán nézte meg, hogy mit kéne csinálni, tehát nem olvasta el a receptet, csak én mondtam neki, hogy mit hozzon, mit csináljon, hogy csinálja. Nézzetek már, lányó! Nekem sokkal rosszabb, hogy nem segítetek. Itt, olvasd el, légy, hogy mit kell. Szia, olvasd el, én addig hozom a többi alapanyagot. Viszont egyet hadd segít, egyet nem. Nem, légy színe kommentáld, mert rohadt idegesítő. Láb alatt voltak, és hogy akartam menni, és hát itt vagy, és hogy úgy beleütköztem. És ez úgy nem volt jó. Az nagyon rosszul esett, amikor oda mentem és elküldtek. Tehát az egy pillanatra úgy szívem vert, mert ugye az ember arra számít, hogy jaj, de én a mama is akkor majd segít és megoldja, mint úgy általában, de most úgy vettem észre, hogy látni nem akartak ott. Nem esett jól. Jó! Menj oda! Én megkóstolnám. Nem kóstoltam meg semmit. Ezt nézzétek már mekkora a nokedlit. Vadó, lassan jól kóstolod meg! Azt ne! Meleg. Na, kéne mosnom? Csak tudnám, hogy ez hogy működik. Fogalmam nincs. Na mindegy. Lehet, hogy ebbe kell lenni. Tőle kell látnom, mi van beleírva. Mindegy, ebben jó lesz. A mosógép az nagyobb feladat volt, mert hirtelen azt sem tudtam, hogy melyikbe kell önteni a mosógélt.
az öblítőt, azt a sok gombot ugye bekapcsolni be tudtam, de hogy hova kell állítani, mit kell csinálni, na hát ott elvesztettem a fonalat. Blanka! Gyere léci, mert ez nekem UFO, kínai, ezt a gépet én nem értem. Fogalmam nincs, hogy mennyit fizetünk vízdíjat, villany, nem tudom. Gondoltuk, hogy akkor már egy bútort is rakjatok össze. Nem túl nehéz, de 20 percet kaptok rá. Miért csesztek itt ki velünk? 20 perc, és 3-ra indul az idő. 1, 2, 3. Ráadásul ez az én szobámban lesz. Nem akarom ezt. A Barnabás teljesen kiakadt, hogy ő ezt nem akarja. De miért nekünk kell ezt megcsinálni? Ti már a kezedet. Barnabás, kicsit a stílusodat. Kezedet itt onnan. Hello, Barnuska. Menj már innen most. Na, neked jöttem segíteni, nézd, ezzel gyorsabb. Nem volt hozzá kedvem, mert ezt eleve a Berta vette magának, belebeszélt a fülembe, és ott nagyon zavart, hogy de ezt ne így csináld meg, hogy ezt úgy csináld, hogy... Te nyomd onnan, én onnan. Menj neki. Jó, 3, 2, 1. Az eltört. Az el. Ez nincs benne a helyén. Így ránézésre. Ez nem is lesz. Pedig ütöttem, mint Tóth az anyját. Jó. Tennek annyi? Az volt a baj, hogy a Berta utasította, tehát itt egy kicsit feszülnek egymásnak ugye a testvérek. Barnabás, belehaltál? Hogy kell már? Na, ügyesek voltatok. Ezt is ráadhatatok. Köszönöm szépen. Nyugodj meg, olyan ügyes voltál. Na. Fú. A vacsora tálalva. Jaj, köszönöm. Nem volt csinéd. Köszönöm. Jó étvágyat! Ki mer belőle enni? Én az ízeket vér kérek csak. A fiúknál nem gondoltam volna, hogy ilyen jól megcsinálják. Én azt gondoltam, hogy ezt dobni fogják, besértődnek, hisztiznek, mondjuk inkább a Barnabás, a Berci nem. Tessék, már két kaját tudok csinálni, Blanka. Többet tudok, mint te. Gyakorolhatod. Fú, ebben van valami. Te csináltad. Az van benne, amit belevettem. Különben jól megfőtt, mert szétesik. Nagyon finomnak tűnik. Én nagyon remélem, hogy ez megmarad bennük. A Berciben biztos, szerintem a Barnabásban is. Csak ő lehet, hogy egy kicsit később fogja ezt az egészet kihozni magából. Ezt az ízületét próbáljad. Hát, jó, drágám, mi vagyok én sebész? Úgy. Aki kritizálja, az nyugodtan elmehet. Le vagyok taglózva emiatt, hogy a fiúk milyen ügyesen ezt megoldották. És nem csak azt, hogy jól megoldották, de baromi finomat csináltak. Jó ízű volt. Berci egójának nagyon nagyot tett, tehát ő most egy kicsit még nagyképűbb lesz, hogy már pörköltött és tud főzni. Ahogy tetszett ez a mai nap? Nekem nagyon tetszett már, mint hogy jó volt végül a fiúkat kicsit, hogy azt látni, hogy kivették a részüket a házi munkából. Amit jól csináltak, igen. És ez baromi jól megcsinálta. Furcsa volt a mamát feltett lábbal olvasgatni, látni. Ilyet még akkor sem csinál, hogyha beteg. A mai nap nagy-nagyobb meglepetése a fiúk ténykedés a konyhában. Hát ez nekem... De fantasztikus volt. Nem is gondoltam volna, hogy ehető tudnak készíteni. Mert miért nem szoktál sűrűben segíteni? Ha csak így, hát csak fölvágod ezt bele rohadt. Akkor miért nem főzöl mindig te? Na, akkor mama innentől kezdve minden héten nem, háromszor feldett lábad. Nem az, csak ugye a mama mindig bevállalja helyettem. Hát, lehet, hát, ne olyat, hogy szombatonként én sütök. Nekem ez a dolgom, de... Hoppá, kihallottam. Ez most, ez mindenki? Én tényleg csinálok ilyet. Jó, írjuk fel. Ebből a nagyon sok melóban meg főzésből, ebből azt szültem le, hogy többet kéne segíteni a édesanyámnak. Úgyhogy, hát végül sütöttem valamire. A mamának így leesett, hogy igazából nem kell mindent megcsinálni, mert a fiúk is képesek erre. És hogy szerintem most kicsit észrevette, hogy annyira nem is bénák a fiúk, és hogy képesek erre az egészre.
és hogy kicsit ő is lazázhat, néha magával foglalkozhat, mert a néhány feladatát át tudják venni a fiúk is. Melinda hozta szokásos formát, tehát nem tud megnyugodni. Hoppára akkor a hatással nem lesz, ezen túl se fogja bepakolni a mosogatógépet, vagy egy mosást elindítani, vagy teregetni, vagy bármi. De szerintem neki is, én nagyon jól érezte magát. Mindenki jól teljesítette a feladatát, kivéve a mama, mivel te nem bírtad megállni, hogy ne szóljál, vagy ne segítsél. Igen, ez nekem egy nehéz. El kellett volna küldeni itthon. Ha már ilyen jól tudunk főzni, akkor minden szombaton főzzünk mi, hogy tehermentesítsük az anyukámat. Ez rajtam múlik, úgy gondolom, hogy a jövőben ez fog-e változni. Tehát, hogyha hagyom őket, hogy érvényesüljenek, és megcsinálják azt, amit én mondok nekik, és azt mondom, hogy vidd ki létsz és a tányérodat, és ő azt mondja, hogy mindjárt, akkor megvárom a mindjárt, és nem pattanok föl, és akkor megcsinálom inkább helyet, hanem kivárom, akkor meg fogják tudni csinálni. Ha ilyen jól sikerült ez a nap, akkor megérdemlünk egy nagy családi ölelést. Te legyél középen, mert te vagy a kis pukkancs. Te vagy a kis. Így téged ölelünk körbe. Ügyesek voltatok, de tényleg, én vagyok itt. Palacsintát szívesen sütnek, mert megmondtam, hogy azt ők tudnak főzni, hogy sűssenek. Lehet, hogy kicsit vastag lesz ez. Hát én... Húzd ki magad. Én csináltam pizzát. Meg én meg is. Ő is. Meg grilleztünk. Esténként néha én rántott táncoltam. A fiúknál történt egy kis változás, nem? Majd te úgyis megmondod a tutit, szóval. Ha. Egészen aktívkodtak. Igen, meg a Berci megterített többször is. Igen. Abban most igazából segítenek abszolút, meg amúgy én azt hittem észre, hogy lehet, hogy nem szívesen csinálják meg, amire megkérjük őket, de nem húzzák a szájukat. Ilyen hárpiának éreztem magam, hogy nem is tudom, ott a Badóval, amikor itt össze kellett szerelniük azt a bútort. Jó, de te eleve hárpia így... szoktál lenni, ne haragudj. Jó, de nem ennyire, azért, mert hogy amikor érzem, hogy így sok neki, akkor így abba hagyom, mert nem akarom felbosszantani direkt. Aha, de. Szerintem több mindent csinálunk, mint korábban, mert rájöttünk, hogy az úgy nem volt jó, és most azt akarjuk, hogy jobb legyen. Úgy vettem észre, hogy a fiúk már nem ugráltatnak annyira engem, tehát észreveszik azt, hogy nem csak én tudom megcsinálni a dolgokat. Igen. Lustának még attól még lusták vagyunk. Vagyis én. Csak... Én dolgozom. Megpróbálom megcsinálni. Barnabás dolgozik nálunk, targoncázik, jön-megy. Intézkedik, jól összekosszolja magát. Segít a vevőknek. Igen. Azért. Segít. Tényleg segít sokat. Segít. Az idősek, ha jönnek cementet berakni. Meg úgy jó, ha ott van. Igen. Igen. Bernát Endre, gyere, légy szíves, jó? Szeretném, ha legalább ilyenkor leülnél az asztalhoz. Nem változtál. Nem mondd már. De. Nem? Ó, hát igen, mikor este 6-kor hazajövök és kuplerája van, akkor persze, hogy elkezdek toporzékolni. Meg azt tudom mondani, hogy így ennyi idő elteltével, hogy érdemes volt ezt kipróbálni, mert talán változtak egy kicsit a gyerekek. Bert a segítségével, én úgy érzem. Igen. Én pedig elengedem a dolgokat, igen. Nem? De. Ha nektek is akad megoldásra váró kihívás az életetekben, és kíváncsiak vagytok, milyen lehet a másik bőrébe bújni, jelentkezzetek műsorunkba a képen látható e-mail címen. A mi kis családunk @lifetv.hu.